Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Március 27-e van, Hajnalka névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Még mindig keresik a tegnap eltűnt 2 éves kislányt. 8 helyi közösség területén újulnak meg az utak Szabadkán. Január óta működik a topolyai Zsibel másodlagos víztisztító berendezése. Nem folytatja a közös munkáját edzőjével Novák Gyókovics. 27 órányi intenzív munka után felhagytak a tegnap eltűnt 2 éves kislány Danka Ilić terepi keresésével. A hatóság emberei és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek az eltűnés helyétől számított 10 négyzetkilométert fésülték át, centiről centire. Most arra a következtetésre jutottak, hogy a kislány nincs a vizsgált területen. A rendőrség azonban továbbra is intenzíven keresi az eltűnt lányt. 27 órán át pásztázták a terepet a rendőrök az eltűnt kislány után kutatva. A kis Danka Ilić keresésébe bekapcsolódtak a tűzoltók és az önkéntes mentőegységek tagjai is. Keresőkutyákat, helikoptereket, drónokat, hőkamerákat is bevetettek. A rendőrség irányításával önkéntesek is részt vettek a keresésben, akik házról házra járták a környéket, hogy a kislány nyomára bukkanjanak. A keresést kiterjesztették a borhoz tartozó utakra is. Leellenőrizték a településen áthaladókat, valamint azokat a környékbeli személyeket is, akit a hatóságok veszélyesnek ítéltek meg. Több elhagyatott házat is átkutattak, azonban nem jártak sikerrel. Minden eddigi eredmény arra utal, hogy a kislány nincs a vizsgált területen, áll a rendőrség közleményében. Ezért a környékbeli bozótos és erdőbejárása helyett az egyéb módszerekre helyezik át a hangsúlyt. A kislány az első olyan személy Szerbiában, akit a Találj meg rendszer segítségével keresnek. A kutatásba gyakorlatilag az ország teljes lakosságát bevonták. Zato je važno da oni koji su i dobili sada poruku, pogotovo ljudi koji su u okolini samog nestanka devojčice, dakle u okolini Bora, da se aktiviraju ukoliko imaju bilo kakvu informaciju, da podele to sa policijom, jer svaka informacija sada pravovremena i značajna može da bude spasonosna. Zato nemojte se ustručavati ako bilo šta što može da pomogne, a da pritom niste možda sigurni, bolje da to podelite sa policijom. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Danka Ilić kedden 13 óra 45 perc körül tűnt el Borvárosából. A kislány édesanyja azt nyilatkozta, gyermeke akkor tűnt el, amikor másik gyerekének vizet vitt, mindez pedig pillanatok alatt történt. Danka barna hajú, barna szemű, magassága körülbelül 85 cm. Eltűnésekor olajzöld kabátot, lila nadrágot és fekete tornacipőt viselt. Alekszandr Vučić szerb államfő ma délelőtt a Quinta országok, azaz az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Németország nagyköveteivel találkozott. Jelen volt Petar Petković is, Szerbia-Koszovó ügyi irodájának vezetője. A téma elsősorban a koszovói helyzet. A szerb közmédia arról ír, hogy Brüsszelben az elmúlt 10 napban 2 megbeszélést is tartottak főtárgyalói szinten, amelynek témája a dinár eltörlése volt Koszovóban. Nem született megállapodás a felek között, ezért a párbeszéd következő fordulóját április 4-ére tervezik. Alekszandr Vučić legutóbb január 31-én tárgyalt a Quinta országok nagyköveteivel, mely során szintén a dinár volt a téma. Ana Brnabić konzultációra hívta a képviselői csoportok tagjait annak érdekében, hogy mielőbb megalakulhassanak a különféle munkacsoportok és megválasszák a köztársasági parlament helyettes házelnökeit. A szerb parlament házelnöke kiemelte, különösen fontos ebben a pillanatban, hogy késlekedés nélkül dolgozhassanak az állam számára fontos kérdésekben. Za sutra u 9 časova sam zakazala u Narodnoj skupštini Republike Srbije konsultacije sa svim poslaničkim grupama
Nadam se da će se svi odazvati, da dogovorimo dalje sastav odbora, radnih tela, dakle zamenike predsjednika, kako bi već sledeće nedelje mogle da sazivamo odbore, da konstituišemo odbore, da bi odbori Narodne skupštine krenuli da rade. Mislim da je to izuzetno važno u ovom trenutku. Ülésezik az ENSZ biztonsági tanácsa NATO Jugoszlávia elleni agressziójának 25. évfordulója alkalmából. Az ülés március 28-án lesz, jelentette be az ENSZ oroszországi állandó képviselőjének helyettese Dmitrij Poljanszkij. Az ENSZ biztonsági tanácsának ülését ismételten kérték a NATO Jugoszlávia elleni agressziója miatt. Ellenfeleik heves ellenállása után is sikerült elérniük, hogy Japán, a jelenlegi elnöki ország mégis összehívja az ülést közép-európai idő szerint este 8 órakor, írja Poljanszkij a Telegram hálózatán a RIA Novosti hírügynökség közlése szerint. Az ENSZ BT március 25-én tartott ülésén nem került napirendre a NATO Jugoszlávia elleni bombázása, mivel a testület 12 tagállama tartózkodott ebben a kérdésben, míg Oroszország, Kína és Algéria voltak az egyedüli országok, amelyek a téma megvitatását támogatták. Megtekintette a maghetesi Lermontov utcában zajló aszfaltozást Sztevan Bakić. Szabadka polgármestere elmondta, az 1,6 kilométeres utca felújításának értéke 55 millió dinár. Hozzátette, a város területén további 7 helyi közösségben zajlanak hasonló beruházások, amelyek összértéke mintegy 150 millió dinár. Az eszközöket a tartományi kormány biztosította. Gőzerűvel zajlik az aszfaltozás a maghetesi Lermontov utcában. A munkálatokat megtekintette Sztevan Bakić, Szabadka polgármestere és Ognyen Golubovic, a szabadkai útfenntartó várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat igazgatója. U nastavku godine se očekuje još veliki deo posla, gde ćemo raditi na biciklističkim stazama, materskim putima i tako dalje. Ovu priliku bih zaista iskoristio da se zahvalim gradonačelniku za prošlu godinu gde su bila rekordna ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Preko 1,1 milijarda je uloženo i istim tempom nastavljamo i ove godine. Tako da sam siguran da ćemo preko 10 kilometara puteva izgraditi i rehabilitovati na teritoriji grada samo iz gradskog budžeta. Szabadka polgármestere kiemelte, további 7 utca felújítására 26 millió dinárt biztosítanak, valamint előkészítik 21 utca tervdokumentációját, hogy később tartományi és köztársasági szintű támogatást kaphassanak ezekre. Iskoristit ću i ovu priliku da se zahvalim građanima Subotice na jednom ogromnom strpljenju i razumevanju kod izgradnje brze pruge i deonice Novi Sad-Subotica i ovom prilikom ću napomenuti da će sve ulice koje su trenutno devastirane usled velike frekvencije teških kamiona koji su angažovani oko izgradnje ovog izuzetno važnog projekta ne samo za grad Suboticu nego i za državu Srbiju nakon završetka projekta Brze pruge. Krajem ove godine usledit će rehabilitacija svih kolovoza u pomenutim ulicama. Márciusban továbbá a Sándori Josip Zélić utca, a Radanováci Virág utca, a Tavankuti Matku Vukovic, a Hajdujárási Iskola utca és a Csantavéri Boris Kidrics utca kapott vagy kap aszfaltburkolatot. A Lermontov utcában zajló aszfaltozással párhuzamosan a Kun Ernő utcában folytak a munkálatok. Bemutatták a topolyai Zsibel állati melléktermékeket feldolgozó gyár másodlagos víztisztítóját. Az üzem immár az EU standardoknak megfelelő minőségű vizet bocsájt ki a feldolgozás után. Ennek köszönve jelentősen csökkenhet a Krivaja folyó szennyezettsége, mondják a szakemberek. A projektet a svájci kormány, az Európai Unió, Svédország kormánya, a Szerbiai Környezetvédelmi Minisztérium és az ENSZ fejlesztési programja támogatta a Zsibel saját forrásai mellett. A Zsibelbe 110 vágóhídról érkezik hulladék, házi kedvenceknek készítenek tápot, a feldolgozás során keletkező szennyvíz pedig a Krivaja folyóba folyik. A gyár 2019-től működteti az elsődleges víztisztítóját, a másodlagos idén januártól került üzembe.
Az új technológiának köszönhetően uniós szabványoknak megfelelő, tisztított víz kerül a folyóba, valamint lehetőség nyílt az iszap komposztálására és hasznosítására is. Sada su se otvorile druge perspektive za ovaj posao, a to je prerada mulja, to je prerada određenih otpada, otpadaka i ovdje bi trebao otprilike da se ide u pravcu prerada otpada bez otpada. A másodlagos víztisztító kiépítése 375 ezer dollár, melyből 145 ezer dollár támogatás. Zsárko Petrovics, az ENSZ fejlesztési programjának képviselője reményét fejezte ki, hogy a további fejlesztéseknek köszönhetően a Krivaja folyó belátható időn belül olyan tiszta lesz, hogy fürödni lehet majd benne, sőt, halak is lesznek. Video sam vodu kakva izlazi, koliko čistija izlazi iz ovog sekundarnog prečistača i nadam se i pozivam i sve druge kompanije da se prijave na naš poziv, ali i na druge pozive i da sprovedu ove i ovakve projekte. Antoine Avignon, az EU szerbiai delegációjának programmenedzsere kiemelte, az innovatív megoldásoknak köszönhetően a Krivaja folyó szennyezettségét csökkentik. We have invested, the EU, the European Union is investing in reducing the water pollution of the river Krivaja in Bačka Topola for the benefits of a Serbian citizen and I would also say for the corporate image of the factory. I was told that the river Krivaja was very polluted before and now due to the industrial discharges and urban wastewater. Svájc már 30 éve együttműködik Szerbiával hasonló projektek megvalósítása terén. A jelenleg érvényben lévő terv a 2022-től 2025-ig terjedő időszakra vonatkozik. In this program, this kind of topics, green agenda, climate change, environmental protection is a priority. So we plan to spend all in all 30 million Swiss francs on this kind of projects and others, like biodiversity, like decarbonization, like circular economy. So this is one of our priorities and it will also stay in future. Zsejko Stánics, a Zsibel ügyvezető igazgatója elmondta, tettek lépéseket a levegőben terjedő kellemetlen szagok csökkentésére, és egy következő, átfogó programban ezt a problémát is meg fogják szüntetni. Nézzük a híradó további témáit. Új épülettel bővül a magyar-kanizsai Batyáneum. 139 éve született Kosztolányi Dezső, Szabadka egyik legnagyobb írója. Az év végéig elkészül és megnyílhat a magyar-kanizsai Batyáneum idősek egyházi otthonának második épülete. Ebben az épület szárnyban 30 új idős lakót tudnak majd fogadni. Az utolsó munkálatok zajlanak az idősek otthona második épületében. A Magyarország kormánya által biztosított 5 millió forintos támogatás lehetővé tette, hogy az objektumban kiépítsék a biztonsági rendszert. A következő lépés a megnyitáshoz szükséges dokumentációk elkészítése. A munkálatok a végén vannak. Most is felszereltük a kamerákat, az SOS rendszert, valamint a tűzvédelmi rendszert teljes mértékben kiépítettük. Ez lehetővé teszi, hogy haladjunk tovább a licenc megszerzéséhez. A második épület már tágasabb, több szabadidős helyiséggel és kiszolgáló egységgel. A szobák nagyobbak, komfortosabbak. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen jellegű otthonok által kínált lehetőségekre. Szaporodnak az igények, sőt azt is el kell mondanom, hogy ebben az új épületben, Batyánum 2-ben körülbelül 10 egyágyas apartmanunk is lesz, amire szintén nagy igényt tartanak az emberek. De várólistán szerepelnek már a többiek is. A tervek alapján az év végén már átadják rendeltetésének az épületet.
Ajándékkal lepték meg a hajdújárási Lurkóház védenceit az Old Bikers Vojvodina motoros klub tagjai. A szelíd motorosok már 14 éve szerveznek adománygyűjtést a gyerekeknek, leginkább húsvétkor és karácsonykor. Így örültek a gyerekek a motorosok érkezésének. Kis műsorral is készültek, amiben verseket, mesét és énekeket adtak elő. Urfi Emese, a hajdújárási Lurkóház egyik védence, a kamerának is elmondott egy részletet a verséből. Már késsebben pompázik az égból, túlcsákban fürdenek a lantafák. A szelíd motorosok világszerte szívügyüknek tekintik a rászoruló gyerekek megsegítését. Idén húsvétra 22 gyermek kapott ajándékot a motorosoktól. Ez az esemény nekünk már 14 éve fontos. A Covid alatt talán nem tudtunk jönni, de azt hiszem most 12. vagy 13. alkalommal vagyunk itt. Mink úgy érezzük, hogy valakin mindig segíteni kell, és úgy láttuk, hogy ezeken a gyerekeken érdemes segíteni, és mi ezt csináljuk ma. Minden húsvétkor és minden Mikuláskor. A gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak, és minden évben szeretettel várják a szelíd motorosokat. Örömet szereznek a gyerekeinknek, és a gyerekek is már, különösen az idősebbek, akik tudják, hogy évről évre a motorosokkal találkozhatnak, ők is már várják őket is. Igaz, hogy sokszor nehézséget jelent, mivel tanulási problémákkal is küzdenek, hogy a tanulás mellett, a mindennapi tevékenység mellett még készüljünk a műsorra, de ők ezt szívesen teszik és vállalják. A Lurkóház megbízott vezetője hozzátette, hogy már izgatottan készülnek a húsvétra. A Lurkóházak olyan intézmények, amelyek szeretetteljes környezetben fogadják azokat a gyermekeket, akik nehéz családi helyzetben élnek. Vajdaságban a hajdújárási mellett Dreán és Óbecsén is található ilyen intézmény. Színes tojásokkal díszítették fel a horgosi napraforgó óvoda gyermekei a művelődési ház előtti fákat. A tojásfa díszítés egyébként már hagyománynak számít a településen. Színes, hímes vagy épp félcel díszített, de modern műanyag tojások is kerültek a fákra és a bokrokra a helyi óvodások jóvoltából. A gyerekek mind a mellett, hogy feldíszítették a zöld felületeket, versekkel is készültek. Nussi fülét hegyezi, nagy bajusát böndöri, répát esik, rop, 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 nagyot ugrik, hop, hop, hop. A kicsik már várják a húsvétot, díszeket készítenek, tojásokat festenek. Kézműveskedni szoktunk ilyen húsvéti dekorációkat. Milyenek ezek a dekorációk? Hát készülünk a húsvétra, ilyen húsvéti nyuszikat készítünk, tojásokat, meg már meg is készítettük a fészket is. A közösségépítő program célja, hogy kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgassanak. A szervező, azaz a Horgosi Művelődési Ház fontosnak tartja a hagyományápolást, illetve azt, hogy az ünnep alkalmával a falu is díszbe boruljon. Leginkább azért fontos számunkra ez, hiszen a húsvéti időszakban nem csak a lelkünkkel készülünk a húsvéti ünnepkörre, hanem ugye a természetben is a megújulást is ünnepeljük egyben, valamint nem csak a lakásainkat, otthonainkat díszítjük barkágakkal, hanem itt ugye a téren és a művelési ház előtti téren, Horgos központjában a zöld fágakra is tojások kerülnek. A tojásfa díszítésben pedig mindenki részt vehet, ugyanis az elkövetkező napokban bárki elhelyezheti az általa készített díszes tojást a téren. Igen, igen, kicsi vagyok, de öltöző legénynek mégis csak felcsapok. 139 éve született Kosztolányi Dezső Szabadka egyik legnagyobb írója. A Szabadkai Városi Könyvtár minden évben megemlékezik a város szülöttéről. Idén több programmal is készültek, helytörténeti estet és rendhagyó irodalmi órát tartottak középiskolásoknak, valamint a Szvetozár Márkovics gimnázium előtti téren koszorúztak is. Rendhagyó irodalmi órán emlékeztek meg Kosztolányi Dezsőről a Szabadkai Városi Könyvtárban. Kiemelt téma volt az író szegedi kapcsolatainak ismertetése, valamint a legújabb kosztolányi kutatások eredményeinek bemutatása. Én úgy tapasztalom saját kutatói pályámnak a tanulságait levonva, hogy minél jobban ismerünk valakit, annál több kérdés merül fel róla, és annál izgalmasabb a vele való munka. Kosztolányi egy olyan nemzeti klasszikusunk, aki ugye már nagyon régóta benne van
a közoktatásban is kötelező olvasmány érettségítéte, és mind a mai napig kerülnek elő új információk, új írások tőle. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete előadással készült, a könyvtár katalógus termében pedig az érdeklődők a Kosztolányi gyűjtemény kuriózumait is megtekinthették. Kosztolányi Szabadka szülötte, és mint helytörténeti, helyismereti kiadványok is fontosak számunkra, de ugyanakkor, mint az egész munkássága nagyon fontos. Ezért a helyismereti gyűjteményben őrizzük azokat a kiadványokat, amelyek kuriózumoknak számítanak. Ilyenek ugye az első kiadások és a további, még életében megjelent kiadások. A Szvetozár Márkovics gimnázium előtti téren is megemlékeztek. Az intézmény falán lévő emléktáblát pedig megkoszorúzták. Ma tartották a Szedjetek szét című darab nyilvános főpróbáját a Zentai Magyar Kamara Színházban. A bemutató csütörtök este 7 órakor lesz. A Szedjetek szét című előadás Domonkos István életművén alapszik. A költő még a 70-es években vándorolt el szülőföldjéről, művei azonban arról tanúskodnak, hogy soha nem volt képes elszakadni teljesen vajdaságtól. 3-4 héttel ezelőtt kezdtünk neki. Ugye ez egy meglévő darab volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. Mezei Kinga rendezte azt az előadást, aki immár több mint egy éve a Zentai Magyar Kamara Színház művészeti vezetője, és hát elhoztuk ezt az előadást ide, és az itteni stábbal újítottuk fel. A Norvo nevű karaktert játszom, aki zenész, hiszen egy zenész bandáról szól részben az előadás. Domonkos írásaiban egyaránt megfogalmazódnak az otthonmaradás és a szülőföld elhagyása mellett szóló érvek, a kötődés és az is, hogy sohasem vagyunk elégedettek azzal, amink van. Művei az évek során nem veszítettek aktualitásaikból, napjainkban talán időszerűbbek, mint valaha. Skatója Mihály egy roma származású zenész, egy vajdasági zenész, és ugye hát egy jazz csapattal lent játszanak a horvát tengerparton. És egy nagyon vehemens, nagyon temperamentumos karakterről van szó, aki nagyon intenzíven éli meg az életet. Az előadásban megjelenő karakterek megalkotásánál arra törekedtek, hogy a nézők számára sem legyenek idegenek. Ezek a szereplők nagyon mi vagyunk, tehát olyan karakterekről van szó, akik minden nap szembe jöhetnek velünk az utcán, ismerjük őket testközelből, barátaink, vagy épp nem a barátaink, tehát hogy nem idegenek számunkra ezek a karakterek, akik ebben az előadásban színpadon vannak. A Szedjetek szét premierje csütörtökön este 7-kor lesz a Zentai Magyar Kamara Színházban. Endrei Judit ismert magyar televíziós, bemondó, szerkesztő műsorvezető könyvét mutatták be Szabadkán. A Korhatártalanul című könyv az aktív idősödésről szól. Az eseményt az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezte. Én nagyon örültem ennek a meghívásnak. Tulajdonképpen rég vágytam ide Szabadkára, mert hogy Szegeden jártam tanárképző főiskolára, ott kezdtem televíziózni. Kezdetben a piac vonzott, aztán mikor többet megtudtam Szabadkáról, a szépséges, szecessziós épületek vonzottak, és az elmúlt 3 napban ez a vágyam, álmom megvalósult, és nagyon jól érzem itt magam. Edzőt cserél Novák Djokovic. A szerb teniszező Instagram profilján közölte a hírt, miszerint a továbbiakban nem folytatják a közös munkát Goran Ivanisevicsel. A horvát tréner és a világ első teniszező 2019 óta dolgoztak együtt. Szakértők szerint Ivanisevic nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Djokovic szervái még jobbá váljanak, amelynek köszönhetően számos sikert arattak. A szerb klasszis jelenleg Belgrádban edz, legközelebb pedig várható a Monakóban lép majd pályára április elején. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz Djokovic új edzője. És még egy kis tenisz. Tovább menetel Marozsán Fábián a Miami-ban zajló kemény pályás tenisztornán. A magyar játékos 3 játszmában győzte le az ausztrál Alex de Minaurt, és ezzel bejutott a negyed döntőbe.
Maruzsán az első szedben csak 5 pontot vesztett adogatóként, majd 5-4-nél elvette ellenfele szerváját és szettelőnybe került. A folytatásban riválisa rákapcsolt, háromszor is brékelte a magyar játékost és fél óra alatt kiegyenlített. Az utolsó felvonás viszont ismét a 24 éves Maruzsáné lett, aki egy-egy után már nem veszített gémet, és 1 óra 45 perc elteltével ő ünnepelhetett. A csütörtöki negyeddöntőben Maruzsán az 5. kiemelt német Alexander Zverev ellen játszik. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Még mindig keresik a tegnap eltűnt 2 éves kislányt. 8 helyi közösség területén újulnak meg az utak Szabadkán. Január óta működik a topolyai Zsibel másodlagos víztisztító berendezése. Nem folytatja a közös munkáját edzőjével Novák Gyókovics. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!